Zajlanak az események. Magyar Péter a lerohasztott egészségügy után most az Orbáni gyermekvédelmi rendszer fantasztikus állapotát mutatta be nekünk. Ellátogatott a miskolci gyermekotthonba. Hát mondjuk nem volt egyszerű dolga. Rendesen megzavarta a hangyákat, akik éppen a rothadó narancsot dézsmálták. Amint kiszállt az autóból, rögtön megrohanták a propagandisták a pedofontól, a közmédiától, és az intézmény bejárata előtt pedig sorfalat álltak a krumplival belőtt elvadult fideszes statiszták, a Walking Dead-esek. Magyar vagy te! Csórik, halálban hordták ki az agyhalált. Miskolca, még egyszer benyitedd a lábad! Ide csak Viktor gyűhet! Dobja a krumplit, Viktor! Ide a számba, Bár megtiltották Magyar Péteréknek, hogy felvételt készítsenek az intézményben, stikában azért sikerült pár fotót lőni, amik szépen bemutatják az áldatlan állapotokat. Ez nem egy gyermekotthon, ez egy síralomház. 3 és 7 év közötti traumatizált gyerekek használják ezeket a csodás WC-ket és zuhanyzókat a túlzsúfolt otthonban, akiknek, mint kiderült, az intézmény pszichológust sem biztosít. Pszichológust? Hát az minek? Hát az meg nekem se kell. Milyen szép is lett volna, ha provokálás és hazudozás helyett a propagandisták inkább Magyar Péterrel együtt bemennek az intézménybe, hogy felhívják a figyelmet az ott uralkodó borzalmas állapotokra. De hát nekik nem érdekük, hogy az emberekhez eljusson a valóság. Az a valóság, amiről a NER média soha nem számol be. Hát most sem az zavarja őket, hogy milyen borzalmas körülmények között élnek 10 év alatti traumatizált gyerekek, hanem csak az bántja őket, hogy ez most kiderült. A híveknek pedig lételemük a gyűlölködés. Ők ebből az egészből csak annyit látnak, hogy Magyar Péter a hátsó kijáraton akart távozni. Tű, de gyáva. Hát csodálkozol? Hát szerinted szerette volna még egyszer átélni, amint köpködnek rá ordibálva az M1 által feltüzelt zombik? Hát mondjuk véletlen nem is sikerült ám egyből kinyitni a hátsó ajtót Magyar Péternek, mert azt az intézmény igazgatója fideszes utasításra belakatoltatta. Ez egy olyan cirkusz, amit folyik, én nem tudom, szeretnénk hátul kimenni, jó? Szerintem szeretnénk kimenni. De aranyosak, hát így próbálták elérni, hogy Magyar Péter csak a főbejáraton tudjon távozni, ahol aztán majd megint provokálhatják a narancskárosult statiszták, hát ha megint születhet majd róla valami jó kis sutyi felvétel, amit majd non-stop lehet sugározni a propaganda médiában. Rendesen be vannak szarva a Karmelitában. Ő itt Cséplőné Gönczi Veronika, a miskolci gyermekotthon igazgatója, aki ameddig csak tudta, bezárva tartotta Magyar Péter előtt a hátsó kijáratot. Gyere Péter, nálam a lakat kulcsa, gyere, vedd el, de erőszakkal, gyere, üss meg, sutyomba felvesszük kamerára, és akkor hát, ha eltűnsz 26 előtt. Mi meg maradunk hatalmon, és tovább rabolhatunk. Hát ezek ezt a parancsot kapták, ahogy a többiek is, hogy provokálják Magyar Pétert. Előre megtervezett ócska kis neres akciók ezek. De szép néni, először azt hittem, hogy Orbán Ráhel. De első blikre Orbán testvére is lehetne. Apropó, Orbán Ráhel nem akarja eladni az egyik 15 millás Hermész táskáját? Abból már csak fel tudnák újítani a miskolci gyermekotthonban a vizes blokkokat. De hát Ráhel most nem ér rá segíteni. Ő most 35 évesen éppen olvasni tanul. Az MBA diplomámat a Lozani Ecole Hôtellerie-ben szereztem meg. Hát ne add fel, Ráhel! Menni fog ez! Már majdnem olyan okos vagy, mint a lőlő. Hát szerintem mondjuk nem jobban olvas, mert én egyáltalán nem tudok olvasni. Mondjuk beszélni se. Úgy Andi, helyettem a pénz beszél. De hát Csóri Ráhelnek nem csak az olvasással, hanem a memóriájával is vannak gondok. Én a Kornusz Egyetemben végeztem 2010, nem tudom hányban. Jaj, de jó! Azt mondja, ő a Corvinuson végzett 2010, nem tudom hányban. Csóri, hát ma se tudja, hogy mikor és milyen diplomát vett neki a papa. Dadadaj! Ráhel, és mit tanultál azon az egyetemén 2010 valahányban? Hogy hogyan kell eldobni a száros pelénkot? Dehogy is, az egy zsigeri dolog volt. Ő azt tanulta, amit a papa. Hogy hogyan kell élősködni a nemzet testén. Találkozunk az önálló estjeimen. Hétfőn Debrecenben, majd Pécsen, Ózdon, Mezőtúron, Miskolcon, Szegeden, Pakson, Cegléden, Maglódon, Balasagyarmaton, Nyíregyházán, Dunakeszin, Sopronban, Győrben, Kecskeméten, Szombathelyen és szilveszterkor pedig Budapesten. További helyszínek és jegyvásárlás a tixa.hu/Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra is. Sziasztok!